Szevasztok, srácok! A mai 300 alatban, mert ugye most már tudjuk, mi a címe ennek a sorozatnak, ezzel a 75-262-es, 125 darabos Star Wars készlettel fogunk megismerkedni, még pedig az Imperial Dropship nevezetű kis készlettel, ami ez a 20. évfordulós kiadás, tehát van egy extra minifigura hozzá, mégpedig a 2000-ben kiadott Han Solo minifigura. A doboz dizájn ugye ezt a 20. évfordulós kinézetet kapta meg, az egész doboz fekete átmenettel szürke csík van az oldalán, amire rá van írva, hogy 20. évforduló. Maga az űrhajunk ugye az középen található a dobozon, annak a hátterében pedig egy ilyen sivatagos táj látható. De hogy egy őszinte legyek, így abszolút nem ismerem fel ezt a űrhajót, akármit, szállító egységet. Szírjátok már le nekem kommentbe, hogy ez melyik részbe található meg, mert abszolút halvány gőzöm sincs, hogy ez mibe szerepelhetett, mert ugye az első 2-3 részben ugye nem ilyen sisakjuk volt a rohamosztogosoknak, mert ugye akkor még nem is voltak rohamosztogosok, hanem a klónok voltak. Aztán az utána következő részekben meg nem emlékszek rá, hogy lettek volna ezek, de mondom, írjátok le kommentben, mert halvány fingom sincs. Aztán a doboznak a hátulján pedig ugye itt található ez a speciális kiadás miatt a 20. évfordulós felirat ugyanúgy. Tehát itt található az összes 20. évfordulós minifigura, és az akkori 20 évvel ezelőtt kiadott verziója ennek, mivel ugye ezeknek a 20 éves kiadásoknak az a lényege, hogy ezek már ugye megjelentek pontosan 20 évvel ezelőtt, csak ugye ez egy ilyen felújított verziója az akkor kiadott készleteknek, és ugye még van néhány játékfunkció, amit bemutat itt a felső képeken a kis dobozunk. De nézzük is meg a doboz tartalmát, szerintem ebben az esetben sem kell számolni annyira sok zacsival, viszont ugye ez is azt a béna megoldást kapta a kinyitásra, mint az ilyen kis dobozok, amiket hát mennyire mondom, hogy úgy utálom, hogy el nem tudom mondani, mert nem lehet szépen kinyitni őket, főleg, hogy hullik belőle ez a kartonpor. Oké, tehát van hát kettő zacskónk. Összesen 56 oldalunk van, amin valamilyen kis gyűjthető minifigurákat mutatnak be. Ezek vajon mik lehetnek? Majd leírjátok kommentben, mert erről sincs fogalmam se. És van egy reklám a hátulján, ami a mostani megjelenésekről szólt, és érdekes módon erre van egy kis leírás, hogy 2008-ban jelent meg ez a készlet, tehát nem 20 évvel ezelőtt, hanem csak 11. Érdekes, akkor még 20. évfordulós. Na mindegy, szóval 2008-ban jelent meg ez a kis hasonló kinézetű készlet, tehát nyilván látszik, hogy azért sokat fejlődött a LEGO azóta, mert sokkal részletesebben van kidolgozva, viszont még mindig nem tudom, hogy ez vajon mi lehet ez a kis Imperial Dropship. Oké, hogy értem, hogy a rohamosztagosokat vitte el a harctérre, de hogy ez mikor látható a filmben? Érdekes. Aztán ugye itt vannak még a 20. évfordulós minifigurákról, egy kis leírás, ez mi? Ó, van matricánk is. Van 4 darab kicsi matrica, és aztán kezdődik az összeszerelés. Na jó, most srácok, én elkezdem az összepakolást, és találkozunk a timelapse után. Nos, srácok, 20 perccel később vagyunk, összepakoltam ezt a kis űrhajót, csapatszállító egységet, valamit. Menjünk is bele először a minifigurákba, ugye összesen 5 darab minifigura érkezik ehhez a készlethez, úgyhogy ha minifigura gyűjtők vagytok, akkor mindenféleképpen ajánlom ezt a készletet, mivel hát viszonylag alacsony áron, ugye ez 8000 forintos áron, 5 darab minifigurát kaptok, és meg ugye ezt a kis szállítóhajót is. Szerintem mindenféleképpen megéri, főleg azért, hogy ugye ez ilyen egyedi kiadású Han Solo figura. Amit már itt be is mutathatnék, hogyha már itt tartunk, ugye van egy ilyen egyedi 20. születésnapos talpa, amin ugye rajta van a figuránk. A kinézet gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, mint a 2000-ben megjelent Han Solo figura, annyi különbséggel, ugye az ő hátán láthatjátok a 20. születésnapos feliratot, de azon kívül mondom 100%-ban megegyezik, ugye annyi, hogy a műanyag nyilvánvalóan már nem abból az anyagból készült, mint annak idején, és ugye így sokkal strapabíróbb lehet talán, fene se tudja, de viszont itt láthatjátok például, hogy a fegyvere is, hogy mennyire kezdetleges, még ugye nem a normális, ma megszokott Star Wars fegyverek vannak a kezében, hanem egy ilyen kis átalakított hangszóró.
de az autentikus hatás mindenféleképpen kelt, és láthatjátok a talpán, hogy van egy ilyen kis kinyúlványa ennek az egész talapzatnak, amit simán csak ugye be lehet így pattintani, ez arra szolgál, hogyha meg akarjuk szerezni a teljes sorozatot, akkor szépen egy egymás mellé tudjuk őket helyezni, és egy ilyen hosszú oszlopot kapunk, amire össze lehet őket pakolni. De itt van a másik négy figuránk is, ugye a Stormtrooperek, ami gyakorlatilag az összes tök ugyanúgy néz ki, főleg ez a három, ugyanaz az arc, ugyanaz a ruha, sima fehér Stormtrooperek, és egy különbség van, ugye ez a fekete, de ez is csak a színben tér el, mert azon kívül szerintem tök ugyanaz, igen, azon kívül teljesen ugyanaz, csak az, hogy ez fekete, gondolom ő a pilóta. Nincsen két arcuk, ezeknek csak simán egy arcuk van, mindegyiknek ez a mogorva Stormtrooper arc. Aztán itt van ez a kis csavatszállító egységünk, ami hát ugye nem a legjobban és legszebben kidolgozott LEGO készlet ever, de hát ugye ez egy pici készlet, pici pénzért, annyira sokat nem várhatunk tőle. Az, hogy mennyire tetszik nekem vagy nem, az az én szubjektív véleményem, nekem annyira nem tetszik, mivel főleg az, hogy fel sem ismerem, meg kicsit olyan bután néz ki szerencsétlen, viszont van egy érdekes játszható funkció rajta, ezt még először észre sem vettem, hogyha itt a hátulját fölemelitek, így ezt a szárnyrészt, akkor ez így ki tud innen jönni, ez a kis, hát nem tudom mi ez, gondolom ezeken állnának a kis katonák. Igen, gyakorlatilag ezen állnának a kis katonák, és ugye így teszi le őket a csapatszállító egység, és ugye elrepül tovább az útjára. Itt az oldalán vannak fegyverek, amik érdekes módon vannak helyek, ahova be lehet rakni a Stormtrooperek fegyvereit. Tehát, hogyha nem akarjuk, hogy a kezükben legyen, akkor simán ugye be lehet tenni őket is. Ugye mind a két oldalon ott van mind a négy fegyver. Van egy ilyen kis ablakocska, amit ugye le lehet hajtani, és ugye be tudjuk tenni a minifiguránkat. Van néhány matrica a készletben, van ez a kezelőfelület itt a pilótának, és a birodalom matricái is megtalálhatóak három helyen is ezen a kis űrhajón, csapatszállító egységen, vagy mi a figyfenén. És srácok, mindenféleképpen ajánlom nektek ezt a kis készletet, hogyha minifigura gyűjtők vagytok, mert ugye 5 minifigura érkezik hozzá, és ebből az egyik, ez a speciális kiadású Han Solo, úgyhogy ebből a szempontból szerintem mindenféleképpen megéri. Az, hogy játszhatóság szempontjából milyen ez a kis űrhajó, meg hogy néz ki, kis készlet, azokból sose lehet normális kinézetű pármit építeni. Úgyhogy srácok, ennyi volt ez a kis bemutató. Remélem izgalmas volt, remélem tetszett nektek. Találkozunk a következő adásban, addig is jók legyetek. Sziasztok!